Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Emplén Televízió hírműsorát, a Hírhetet látják. Nézzük mai legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Nemzetközi támogatással Vöröskeresztes Konyhakert program indul Sátoraljóújhelyben. Március 15-i megemlékezések Sárospatak általános iskoláiban. A Sátoraljóújhelyi Petőfi Sándor iskola is megemlékezett az 1848-49-es forradalomról. Újra kinyitott a Sárospataki Adományház. A Magyar Vörös Kereszt, az Amerikai Ház Alapítvány és az Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány támogatásával úgynevezett konyhakert programot indított. Ennek során Borsodabolyi Zemplén megyében 45 településen 400 darab betűcsomagot osztanak szét ellenszolgáltatás nélkül. Ez Sátoraljóújhelyben is megtörténik. Konyhakert programot indít a Magyar Vöröskereszt az Amerikai Ház Alapítvánnyal együttműködve. A program célja, hogy a családok saját maguk termeljék meg a szükséges zöldségféléket. Megyénkben 45 településen 4000 család számára betűmag egységcsomagokat osztunk. Ezek zöldség betűmagcsomagok. Kistérségünkben 12 településen fogunk zöldségegységcsomagokat osztani. Azaz Mikóháza, Széphalom, Rudabányácska, Károlyfalva, Alsóberecki, Felsőberecki, Apróhomok, Dorkótanya, Bodroghalász, Vámosújfalu és Sárazsadány részesül az egységcsomagokból. Az egész programnak a célja az öngondoskodás kialakítása, illetve a konyhakert kultúrának a felélesztése. Tulajdonképpen bárki részt vehet a programban, aki bevállalja a Vöröskereszt által kiírt szempontokat. Ezek szerint egy körülbelül 40 négyzetméter alapterületű kerttel kell rendelkezni, műveléshez szükséges eszközökkel, valamint azzal a szándékkal, hogy a gazdálkodó a legjobb tudása szerint gondozza a növényeket. Háromszor fogunk fényképet készíteni, három alkalommal a konyha, tehát az elveteményezett zöldségekről, hogy lássuk, hogy megvalósulnak-e ezek a programok, illetve majd kiderül, hogy mennyire életképesek ezek a programok. Az elmúlt évben a Jászságban indult be ez a program, és nagyon nagy sikere volt, nagyon nagy sikerrel, illetve örömmel fogadták a polgármesterek, és épp úgy azok a kiválasztott családok, akik részt vettek a programban. Nagy örömmel vettem, mikor megkeresett a Vöröskereszt, hogy szeretnének Rudabányácskán is osztani ilyen vetőmagokat, de nem csak Rudabányácska, Károlyfalva és Széphalom is kap ezekből, és nagyon örültem neki, hogy 60 család jut a programban, a program keretében 60 család jut ezekhez a vetőmagvakhoz, és már a részönkormányzat emberei, illetve a társaim fel is térképezték, már 50 családot össze is írtak, most még 10 családot veszünk bele a programba, és én nagyon örülök, hogy legalább ennyivel hozzá tudunk járulni, hogy tényleg ott Bányácskán is egy kicsit veteményezzenek, meg foglalkozzanak a növényekkel. Az egységcsomag olyan zöldségmagokat tartalmaz, mint a sárgarépa, a petrezselyem, dúghagyma, fejes saláta vagy spárgatökmag. Sárospatak általános iskoláiban március 15-ét megelőzően iskolai ünnepségeken emlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra. A fiatalok élethűen mutatták be, hogy 163 éve hogyan is zajlottak az események a forradalom és szabadságharc idején. Az 1848-as forradalom és szabadságharcra emlékeztek Sárospatak általános iskoláiban. A II. Rákóczi Ferenc általános iskola, a művelődés háza és könyvtára színház termében tartotta ünnepi műsorát. A Miskolci Egyetem Árvai József gyakorló általános iskolájának tanulói az ünnepség részeként az intézmény aulájában egy kokárdát is formáltak.
az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium tanulói Petőfi dalt énekelték egy feldolgozás nyomán. A március 8-ától 16-áig tartó Petőfi hét keretében az iskola diákjai és tanárai lerótták tiszteletüket névadójuk Petőfi Sándor szobra előtt. A koszorúzás után a tagintézmény udvarán sor került az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségre is. A Petőfi hét szerves részeként évről évre hagyományosan megemlékeznek a névadó tagintézményben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről. Elsőként Petőfi Sándor szobrának megkoszorúzásával rótták le kegyeletüket a tagintézmények, majd az óvodások tisztelegtek kis zászlóikkal. Ezután az ünnepség az iskola udvarán folytatódott tovább. A gyerekek minden tanórán találkoznak vagy a forradalom eseményeivel, vagy Petőfi költészetével, akármilyen óráról is legyen szó, mindenféleképpen elhangzik, és e körül forog minden. Így a gyerekek már ráhangolódnak tulajdonképpen erre az ünnepre. Azon túl, hogy a tanórákon ezzel foglalkoznak, délutánonként versenyek, vetélkedők és egyéb események történnek, ezek is természetesen a forradalom jegyében, vagy Petőfivel, Petőfinek a jelentőségével foglalkoznak. A gyerekek lelkes résztvevői voltak nemzeti ünnepünk alkalmából rendezett megemlékezésnek. Petőfi Sándortól a nemzeti dalt adtam elő, megkértek erre, elfogadtam, szívesen szavalok verseket, egyébként is szavaló versenyeken is szoktam részt venni, hát szép eredményekkel. A magyaroknak ez az egyik legfontosabb ünnepe, nagy büszkeséggel tölt el, hogy a magyarokértünk ontották a vérüket ezen a forradalmon. Kánya Tamás intézményvezető hozzátette, remélik, hogy a Petőfi hét keretében a gyerekek még inkább átérzik a jelentőségét és fontosságát annak, hogy március 15-én mit ünneplünk, és hogy a Petőfi iskolának milyen kötődése és milyen kapcsolata van ezekkel az eseményekkel. Két hónap után újra kinyitott a Sárospataki Adományház. A rövid szünetnek prózai magyarázata volt megspórolni az épület rezsiköltségét. Az érdeklődés továbbra is óriási, mert a betérők zöme talál megfelelő ruhát vagy használati eszközt, és leadhatja a fölösleges tárgyait is. A téli szünet után újra várja a Sárospataki lakosságot az Adományház. A Város Egészségügyi és Szociális Bizottságának elnöke a kényszer szünet okáról beszélt. Az Adományháznak a leállítását az indokolta, hogy a költségvetésnek sem a családsegítő és pedagógiai szakszolgálatnak, se pedig már évvégén az önkormányzatnak sem volt arra pénze, hogy a téli időszakra a fűtésköltség megnövekedésével üzemeltesse ezt az adományházat. Így is minden szerdán 9-től délig nyitva állt a látogatók számára. Az adományház a napokban már ismételten a lakosság rendelkezésére áll. Március 1-ével, ahogy a közmunkaprogram elindult, és ugye már az idő is javulásnak indult, így lehetőség nyílt arra, hogy március 1-ével 9-től délutánig a Sárospatak és Sárospatak közigazgatásához tartozó lakók részére újra megnyissa az adományház az ajtaját, és látogatható legyen egész héten. A Sárospataki Adományházban korábban is Klárika várta a betérőket. Nagyon hiányzott az a 2 hónap, én is éreztem, hogy kerestek meg végül, és közben is azért februárban önkéntesként bejöttem szerdánként, és osztottam a rászorultaknak. Nagyon hiányzott, és most, hogy kinyitottam, örülnek neki, és tényleg főleg reggel 8 órakor, tehát már busszal jönnek a Halászhomokról, meg innen a környékről, Dorkóról, és nagyon-nagyon várták, hogy kinyissunk. Az időjárás természetesen arra is kihat, hogy mit is keresnek a legjobban az emberek. Most még azért tart a tél, és ruhaneműket,
főleg még azért a kabátok. Nagyon nagy szükségünk lenne talán egy kicsit bővíteni a választékot. Én próbáltam is, és írtam is a Máltai Szeretett Szolgálatnak egy levelet, hogy szeretnénk egy kis tisztítószert, talán egy kis tartós élelmiszerek is nagyon jól jönnének, bővíteni a választékot. A Sárospataki Adományház hétköznaponként 8 óra 30 perctől délután 1 óráig várja az érdeklődőket. És amit még ma este láthatnak a híradóban. A sátoraljaújhelyi távhőszolgáltató a magas földgázárak miatt más energiahordozókban is gondolkozik. Autóval gazdagodott a Sárospataki kutyamenhely. Torkos csütörtököt tartottak a Sárospataki önkormányzat maghetes éttermében. Sátoraljaújhelyben a több milliós lakossági kintlévőség ellenére az elmúlt években fejlesztésekkel próbálták alacsonyan tartani a távhő árakat. A földgáz árak emelkedése miatt azonban várható emelkedés a következő hónapokban. Ezt megelőzendő vagy mérséklése miatt az új szolgáltató a földgázon kívül más energiahordozók felhasználását is tervezi. A távhőszolgáltatókat is érinti a tervezett központi ármeghatározás. Azt azonban még nem lehet tudni, hogy ez egy országos átlagárat jelente majd, vagy külön-külön a távhőszolgáltatókra levontva határozzák meg az árakat. Ez azt jelzi, hogy azt gondolják, hogy az önkormányzatok a saját árait nem tudják meghatározni. Mi úgy gondoljuk, hogy itt Sátoraljaújhelyben vannak olyan szakemberek, akik ezt pontosan tudják, hiszen a megkötött koncesziós szerződés, ami az önkormányzat és a távhőszolgáltató között létrejött, az elég jól mutatja azt, hogy itt megfelelően gondoskodnak arról, hogy a fogyasztóknak alacsony szinten legyen a távhőára meghatározva. Ennek ellenére itt Sátoraljaújhelyen jelentős azoknak a száma, akik nem fizetnek időben a fűtésért. Ezek milliós nagyságrendű tétel a kint lévőségünk. Vannak sajnos olyan fogyasztók, akik folyamatosan tartoznak. Vannak, akik mindig egy picikét késve fizetnek, de fizetnek. Megpróbáljuk kezelni ezt a dolgot, de én úgy látom, hogy jelenleg ezt nem lehet kikerülni, hogy ne legyenek ilyen emberek. Ezért a szolgáltatónál a költségeket fejlesztéssel próbálják alacsonyan tartani. Tavaly évben megépült egy távvezeték, amely a Dózsa 26 és a Dózsa 12 kazánházat köti össze, amelynek későbbiekben az lesz a célja, hogy a Dózsa 12 kazánház megszűnjön, mint kazánház, és lent a Dózsa 26-ból kerülne ellátásra ez a fenti telephely is. A lenti kazánházban már korábban, 2009-ben beépítettünk egy 2 megawattos korszerű Fiszman kazánt, tavaly évben is sikerült még egy olyan ilyet beépítenünk. A koncesziós szerződés szerint folyamatosan tervezik a további készülékcseréket, amelyek fogyasztáscsökkentést kell, hogy eredményezzenek, mondta Braun Krisztián, távhőszolgáltatási vezető. Igazából ami távhődíjcsökkentést eredményezhetne, az az lenne, hogy ha nem földgáz alapú lenne csak az energiatermelés, hanem esetleg más. Erről egyébként tárgyalások folynak az önkormányzattal. E hónap második felében lesz egy találkozónk az önkormányzattal, ahol pontosan erről fogunk tárgyalni, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani, hogy még olcsóbbá tudjuk tenni a távhőárakat Sátoraljaújhelyben. Az év januárjában a földgázárak több mint 5%-kal emelkedtek. Ez a tény a távhőárakra is kihatással lesz a jövőben, tette még hozzá Braun Krisztián. 2009-ben alakult meg a Sárospataki kutyamenhely a Mandulás-hegy tövében. A civil kezdeményezésre létrejött, ma már alapítványi keretek között működő munka számos nehézséggel jár. Ezen könnyítettek most, a korábbi támogatásokból egy autót vásároltak a kutyamenhely üzemeltetői. Másfél éve alakult meg a Sárospataki kutyamenhely, az állatbaráti kezdeményezés a városi internetes oldal szerkesztőitől származik. Az alapötletet a Sátoraljaújhelyi kutyamenhely üzemeltetőitől vették. Egy látogatás során derült ki, hogy Sátoraljaújhelyen már nem tudnak több kutyát befogadni. Megnyugodva állapítottuk meg, hogy a kutyákat szépen gondozzák és szeretettel bánnak velük, viszont megtudtuk azt is beszélgetés közben, hogy gondjaik vannak, mert a kóbor állatok száma úgy megnőtt az utóbbi időben, hogy nagyon nehezen tudják már ellátni ezt a feladatot. És azt is megtudtuk, hogy a továbbiakban, amit a sintér tőlünk átvisz új helybe, alig hanem elaltatja, mivel hogy nem tudja hova továbbadni.
A kutyamenhely ötletének megfogalmazódása után már csak támogatókra volt szükségük. Mi minden pénz és minden különösebb támogatási ígéret nélkül ehhez hozzáfogtunk. És nem is bántuk meg, mert a lakosság, mint ahogy ígérte, segített munkaerővel, kutyatáppal, ki amivel tudott, és ami igazán nagy szerencse volt, hogy mellénk álltak a vállalkozók is, a cégek is. A menhely állapota környezete egyre szebb, gondot okozott viszont az állatok szállítása, az éták kihordása, az egyszerű közlekedés is. Úgy oldottuk meg, ahogy tudtuk, saját autóval. Most nagy szerencse ért bennünket, mert a tavalyi 1%-okból annak a felét felhasználva egy használt autót tudtunk venni, igaz, hogy 3 év alatt fogjuk ezt kifizetni, és most már így a kutya otthonnak saját autója van. Az autó beszerzése hasznos volt, ezt igazolja a néhány hét tapasztalata is. Sokkal könnyebb a munkánk, mióta megvan az autó, mert nem csak kutyát kell szállítani, amit ezzel meg tudunk oldani, hanem naponta az élelmet nekik, olykor egy-egy kutyaházat, amit a lakosság felajánl, vagy éppenséggel az építkezéshez hát téglát vagy cselepet, vagy amire éppen szükség van. Jó kis rakodó tere van, úgyhogy mindent el tudunk benne vinni, úgyhogy nagyon örülünk neki. Törő Gábor azt is elmondta, munkájukat az önkormányzat és vállalkozások mellett továbbra is nagyban segítik az aktív állatbarát civilek. Évek óta a Sátoraljóújhely város jegyzőjei jelöli ki az időpontot arra, hogy központilag mikor történjenek az óvodai beiratkozások. Ezek általában április utolsó, illetve május első hetében zajlanak. A képviselőtestület márciusban fog tárgyalni majd a beiratkozások pontos dátumáról. Az óvodák mellett azonban nagy érdeklődés mutatkozik a bölcsödék iránt is. A városi bölcsöde új épülete valószínűleg szeptemberben már megnyithatja kapuit. Az óvodákban a beiratkozást sok-sok kedves gyermekváró rendezvény előzi meg. Minden óvoda szervez különböző ovikostolgató, várazovivár, ovicsalogató programokat. Ezeknek köszönhetően mind a szülők, mind gyermekeik bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe, és megtudhatják, hogy mit nyújthat számukra az adott intézmény. Természetesen 3 éves kortól lehet óvodába beiratkozni, és minden olyan feltételt tudunk biztosítani óvodáinkban, ami a szülő igénye, ugyanis szlovák és német nemzetiségi csoportjaink vannak, tehát azon szülők, akik szeretnék, hogy nemzetiségi nevelést kapjanak a gyermekeik, ezt is tudjuk biztosítani. Hogyha különleges gondozásra, sajátos nevelési igényre van szükség, azt is tudjuk biztosítani. Az óvodák iránt évről évre nagy az érdeklődés, így létszámukat negatív irányba csak a születések száma befolyásolhatja. Előző évekhez képest tudom biztosan mondani, hogy hasonló arányjal vannak. Az óvodai férőhelyek 95-100%-os feltöltöttséggel működnek évek óta. Ahogy a gyermekek születési aránya változik, ugye az óvodák is csökkentek, tehát hasonló arányba számítunk most is a gyermekekre. Minden tagintézmény más-más specifikummal bír. Sok szülő a Hétszínvirág óvoda művészeti képzésével van megelégedve. Nekem mind a 3 gyermekem ide járt ebbe az óvodába, már a másik 2 iskolás, és ők nagyon jó nevelést kaptak itt, és a népművészettel, a néptánccal, a népzenével minden megismerkedtek, és a kicsit is ebbe a szellembe szeretném, hogy neveljék. És nagyon meg vagyok elégedve, mind az óvónőkkel, az óvoda felszereltségével. Az óvodák mellett igény mutatkozik a bölcsöde iránt is, melynek építési munkálatai a téli fagyok és rossz időjárás ellenére jó ütemben haladnak. Többek között lefektették a geotermikus fűtésrendszer csöveit, beépítésre kerültek a válaszfalak és a lépcsőrendszer is. Azt gondolom, hogy az előírásoknak megfelelően be fogják tudni fejezni az építkezést. Tudomásom szerint szeptembertől szeretné az óvoda birtokba, illetve a bölcsőde birtokba venni az épületet, és jelen pillanatban semmi akadály nem látszik annak, hogy ez megtörténhessen. Nagy öröm számomra, hogy megnyertük ezt a pályázatot, ugye régóta hőnállított vágya volt a városnak, hogy a bölcsődei férőhelyet bővíteni tudjuk, de megfelelő környezetben, megfelelő körülmények között, és olyvá tűnik, hogy ez mostanra így hamarosan kézzelfoghatóvá is válik. A régi bölcsödétől eltérően az új már nem csak 2, hanem több csoporttal fog működni.
Az új bölcsöde 4 bölcsödei csoporttalnak ad lehetőséget, úgyhogy a jelenlegi 2 csoporthoz képest 2 csoporttal bővül. Üzenem a kedves szülőknek, mert nagyon-nagyon igyekeztek beiratkozni, már sok a létszám, értesültünk a bölcsöde vezetőtől, de én biztatom őket és nyugtatom, hogy nyugodtan iratkozzanak, mert lesz mindenkinek hely az új bölcsödében. A bölcsödei beiratkozás feltétele, hogy a szülőnek állandó munkahelye legyen. A szociálisan rászoruló gyermekeknél a beiratkozást a gyermekjóléti szolgálat vagy az orvos írhatja elő. Az idén is torkoskodhattak a vendégek a Sárospataki Önkormányzat MAG-7-es éttermében. A közétkeztetési profillal foglalkozó egység már harmadszor vesz részt a Magyar Turizmus ZRT akciójában. A vendégek ezúttal sem panaszkodtak. 2008-ban csatlakozott először a torkos csütörtökhöz a Sárospataki MAG-7-es étterem. A közétkeztetési társaság fő célja akkor az volt, hogy bemutatkozzon a nagyközönség előtt. Lépni a vendégekért, ne csak ők jöjjenek hozzánk, hanem mi is menjünk hozzá. És akkor csatlakoztunk a torkos csütörtök akcióhoz, és aztán kezdődött az akkor még 50-60 adag per nap után a 100-150, és ma már 200 adag, pontosabban 200 fő per nap mennyiséget is túlszárnyal. A Sárospatak közszolgáltatási non-profit Kft. Közétkeztetése eltér a megszokott éttermi viszonyoktól. A hétköznapokon a mennyiségekről és természetesen a komoly minőségről szól. Ma a mennyiségek, a minőségek és a különlegességek napja, hogy ezzel is megmutatjuk, hogy nem csak sokat, finomat, hanem különlegeset is tudunk szolgáltatni Sárospatakon élőknek. A torkos csütörtöki vacsorán az előétel konyakos csirkemáj pástéton volt pirítóssal. A főételek közül mindenki szabadon választhatott. A libacomból, malacsüldből és diós bundában marhalábszárból. És természetesen zöldségköretet, almás, vöröskáposztát, francia burgonyát, és karamellizált hagymával díszített tört burgonyát kínáltunk köretnek. A desszert varga béres volt, a vacsorához pedig finom borokat is kóstolhattak a vendégek. A menüvel és az esttel mindenki elégedett volt. Nagyon jó volt, tehát nekünk már ez a harmadik év, hogy itt vagyunk, és egyre jobb, tehát egyre színvonalasabb a torkos csütörtök, és úgy érezzük, hogy kell a városnak egy ilyen rendezvény. És szerintem mindenkinek kell, tehát meg kell, hogy engedjék az emberek maguknak azt, hogy eljönnek, jól érezzük magukat, társaságban vannak, barátokkal vannak, családdal vannak. A MAG-7-es étteremben azt is megtudtuk, a torkos csütörtök után rendre egyre többen választják a közétkeztetéssel foglalkozó éttermet egy-egy ebéd elköltéséhez. Végül pedig nézzük, hogy melyek voltak a mai nap legfontosabb hírei. Nemzetközi támogatással Vöröskeresztes Konyhakert program indul Sátorral Jóújhelyben. Március 15-i megemlékezések Sárospatak általános iskoláiban. A Sátorral Jóújhelyi Petőfi Sándor iskola is megemlékezett az 1848-49-es forradalomról. Újra kinyitott a Sárospataki Adományház. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, az Emplén Televízió hírműsorát, a hírhetet látták. Tartsanak velünk holnap este is, viszontlátásra!